És kimondtuk ezt a holtomiglan, holtodiglan dolgot egymásnak, ami rám nézve igen aggasztó, mert neki nagyon jók a leletei. És ahogy ezt kimondod az oltár előtt, már így nézegeted a másikat, hogy igen, amíg a halál el nem választ. Jó, de hogy így... így. Melyikünk? A férfi, tök egyértelmű. Mi fogjuk előbb kezdeni? Mi férfiak csinálunk annyi hülyeséget, hogyha nem lennének mellettünk épeszű, érett, felnőtt nők, akkor mi férfiak a 40 éves kort nem élnénk meg. De kell az a nő, nem? Amelyik azt mondja, hogy akkor most válasz, a cross motor vagy én. És férfiként ez egy nagyon kemény döntés, mert bármelyiket választod, azt tesz majd a sírba. És ilyenkor a férfi ember mérlegel, hogy cross motor, te cross motor, hát, hangos, te is. Ledob magáról, te is. Nem tud beiglit sütni, akkor te. És ez így eldőlt a férfi fejben, és ugye a nők az öregedéstől félnek, ezért meg is tudnak öregedni méltósággal. Mi férfiak semmitől nem félünk, ezért megdöglünk idő előtt. Úgy mondanám, hogy a nő az egy olyan virág, amit elültetsz tavasszal, és aztán őszre elhervad. Hozzáteszem, a rózsa akkor is szép, ha már megcsípte a dér. Igen. A férfi viszont egy olyan búzaszem, amit elültesz tavasszal, azt júniusban letarolja egy kombájn. Mi férfiak nem bírunk a vérünkkel. Ugye Jimi Hendrix élt 27 évet, Petőfi Sándor élt 26 évet. És tök sokat gondolok arra, hogy Petőfi Sándor már akkor rock'n'roll arc volt, amikor ezt a szót még nem is ismerték. Hogy mi lett volna, ha már akkor is van elektromos erősítés? Minden másképp alakul. Képzeld el, 1848. március 15. reggel 9. Pilvax kávézó. Sziasztok, Sanyit nem láttátok? A Remixén dolgozik. Ez alatt a múzeum lépcsőn Petőfi belekezd. Make money. Hi a haza, hi. Menjünk, szabadítsuk ki Táncsicsot. Az meg egy ilyen gangsta klip, hogy én vagyok Táncsics a börtönbe. A jogerősemet töltöm le.